Még javában tart a tél, hol fagy, hol pedig olvad a hó, és ez számos kihívás elé állítja az autóvezetőket is. Ezért hívtunk egy szakértőt, aki ad nekünk néhány jó tanácsot. Stúdiónk vendége pedig nem más, mint Hagymási Sándor. Üdvözlünk, szia! Szia! Na hát az első kérdésünk azzal kapcsolatos, ugye, hogy tél van. Hó esik, és ugye ilyenkor megindul a lavina az autósok körében, hogy 3 mm hó leesett az aszfaltra, és hirtelen mindenki elfelejt vezetni. Vagy megáll az élet. Vagy megáll az élet. Igen. Vagy mind a kettő. Vagy kezdjük ott, hogy nem is tudott vezetni hóban soha. Aha. Hiszen képzeljük el, hogy a képzés keretében igen sokrétű, de a téli vezetés, a hóban vezetés az nem szerepel. Tehát akik abban az időszakban vizsgáznak, ahol nincs hó a közelben sem, bizony ők az első téli vagy a második téli hóval találkozás bizony-bizony meglepi őket. És itt szerintem van benne egy jó adag háttér is, ahol a családból a férj, a barát és sorolhatnánk a jó akarókat. Kellően megijeszték őket, hogy hóha, most vigyázz, és ne menj többet, mint 30, meg ne menj többet, mint 40, és ugye ebből jönnek utána a félreértések és a gondok. Igen, ugye fejlettebb országokban ugye tudjuk azt, hogy erre speciális pályák vannak, ahol ugye vízzel szimulálják a csúszós részeket, és tulajdonképpen az oktatás részévé teszik azt is, hogy csúszós pályán megtanuljanak vezetni azok, akik éppen a B-kategóriás jogosítványt próbálják megcsinálni. Erre egyelőre hazánkban nincsen lehetőség az oktatás keretein belül, csak akkor, hogyha külön ilyen órákra fizetünk be. De te például, mint oktató, mit javasolsz, hogyha valaki szeretné megtapasztalni azt, hogy csúszós körülmények között hogyan viselkedik alatta az autó, akkor ezt hogy és hol lehet megtenni? Ha mindenképpen a gyökerekhez ragaszkodva, kiindulva, mi is ugye hol kezdtük. Kerestünk egy olyan nagyobb, vízszintes, lehetőleg nem olyan parkoló kialakításút, ahol patkakő van, egy olyan terepet, legyen egy nagyobb parkoló, és itt elkezdtük szépen egy picit gyorsabban kanyarvételt, kormánymozdulatot, féket használni, vártuk, hogy reagál. Ennek megfelelően jó, ha egy olyan szakember ül mellettem, vagy mellettük, akik ugye tudja szakmai tanácsot adni, hogy most miért viselkedett így az autó, mit kellene tennie. Tehát valamilyen pici kis gyakorlatot családi berkekből, mert azért ezt megfizetni, hogy elmenjünk egy ilyen tréningre, egy pályára, ahol a csúszás különböző rejtelmeibe megtanítanak, belevisznek, sajnos nem mindenki engedheti meg. Igen, és ráadásul ugye Nyíregyházán nincs is rá lehetőségünk, azt hiszem, hogy Budapesten van legközelebb ilyen pálya. Igen, Dunántúlon, Budapesten van több ilyen pálya az országban, van rá lehetőség, elég borsos az ára. Uh-huh. És hogyha valaki esetleg nem tudja megfizetni ezt a pályát és ezt a tanulást, és nincs is a családban olyan, aki nagyon rutinos lenne az ilyen típusú vezetésben, akkor azért merjen autóba ülni az illető, és hogyha hó van, igenis menjen, mert közlekedni kell, vagy inkább ne is üljön autóba. Én úgy gondolom, hogy a hírközlő eszközökben kellően talál információt, instrukciót, hogy csak azok üljenek autóba, azok vezessenek, akiknek van rutinja, van tapasztalata, és egy nagyon fontos dolog, amit nem lenne szabad elfelejteni, és gondolom, hogy ti is találkoztatok már sajnos szomorú tényként eseményekben, hogy nyári gumi van. Nincs az autó fölkészítve. Ugye jön a tél, annyi-annyi helyről lehet hallani, hogy mit és hogyan kell az autón téli üzemben átállítani, mit nézzünk meg, mit szereljünk át, és nem csak az autónak, hanem át kell állni a gépjármű vezetőjének is a téli időszakra. Teljesen másképp viselkedik az autó, teljesen másképp az addig megszokott útviszonyokhoz képest csúszik, nem abban az ívben megy, nem ott áll meg, ahol kellene, és bizony ezt nem mindenki veszi figyelembe. Emeljünk már ki néhány dolgot, amit mindenképpen módosítani kell az autón. Ugye itt alapvető a téli gumi, hogy azt le kell cserélni. Milyen beállításokra kellene még odafigyelni a tél előtt? Én mindenképpen arra gondolok, hogy a téli gumi, így ahogy mondta, tehát annak nincs, tehát nincs pardon, meg kell lennie, de cseréljük ki mindenképpen. Aztán reggeli vezetésnél, előtte este, tessék tájékozódni az időjárásról, mit jeleznek, mennyire lesz hideg, várható egy csapadék, csapadéklecsapódás, lesz ebből fagy, az úttesten lesz-e hómennyiség, milyen hómennyiség lesz, hamarabb kellene elkészíteni a gyereket, hamarabb kellene elindítani a családot, és sorolhatnám ezeket a plusz olyan dolgokat, amelyek
végén ugye oda vezetnek, hogy reggel kapkodunk, sietünk, idegesek vagyunk, és ebből ugye megvan a következmény is. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy néhány felszerelésnek ott kell, hogy legyen az autóba, gondolok itt mondjuk egy lapátra. Igen, hát azért úgy kellően föl vagyunk arra most már úgy idézőjelben készülve, hogy az illetékes hatóságok, illetékes szervek az utat gyakorlatilag sóval, aszfalt tisztára, ha nem takarították le, akkor itt a világ vége. Ugye nem kell mondani a különböző média csatornák, ahol lehet hallani arról, hogy annó, annak idején mi is, szüleink is, milyen útviszonyok között is bizony nyári gumival közlekedtünk és tudtunk közlekedni. Diagonál gumikon. Ráadásul nem is a radiálokon, hanem a diagonálokon, ami még száraz úton is képes volt megcsúszni, nemhogy a hóban. Igen, tehát olyan kemény volt, mintha fából lett volna, úgy kikeményedett a hidegben, és ugye sajnos elfelejtettük, most már annyira elkényelmesedtünk, és bizony itt a baj, ez visszaüt. Nem időben indulunk el, és ennek megvan megint a következménye. Egy picit csúszson meg az autó, visszavesz a sebességéből felére, és mi történik? A sor elején fog cammogni, a sor elején fog majd olyan tempó diktálni, amiből bizony úgy szokták, hogy Biska nyitogató, hogy nem halad és elő, hogy miért van az ilyen emberke, ilyen autóvezető az úton. És ugye ez a megcsúszás, ez szokott vezetni az úgynevezett kilincsel előre effektushoz, ez Ditkének a kedvence, ez nagyon. Igen, gondolom többen láttunk a városban, vannak igen ügyesek, nagyon-nagyon jó autóval felszerelt kilincsel előre autózók. Én tisztelem, szeretem, tehát ügyesek, jól csinálják, csak nem mindig ott, ahol kellene. Én úgy érzem, hogy bemutatónak jó. Láttunk ugye ennek a másik oldalát, és mikor a patka állította meg az illetőt, ott már a család nem biztos, hogy örült annak, hogy a családi autót rendbe rakta. De hát ugye ez mindig változik, ugye kinek, mikor mi éri meg. Még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit talán az autósok nagy többsége nem tud, magyarázzák kérlek a nézőknek, hogy mi a motorfék fogalma és hogyan használjuk, mert ez télen kulcsfontosságú. Én tudom, de örülnék, hogyha mindenki hallaná egy szakértő szájából. Igen. És még engedd meg, hogy annyiban egész, hogy fékkészen légy. Tehát ez is mindig tudott kérdőjel, hogy mit is. No, tehát a motorfék. Beáll a téli időszak, beáll az őszi csúszós téli időszak. Motorfékes fékezés, mint fékezési mechanizmus minden autóban van. Régebben volt a Warburgot, volt a szabadon futó, ott nem volt ilyen a negyedik fokozatban. A motorfék arról szól, kérem szépen, hogy a gázpedált elengedjük, nem nyomjuk, nem tapossuk, és az autó üzemanyag ellátó rendszere úgymond nem kap üzemanyagot, a motor ennek ellenére dolgozik a dugattyú, de nem gyorsít, hanem fékez. Vagyis röviden, érthetően, egyszerűen elengedjük a gázpedált, és motorfékkel lassítássá kezdem az autót az adott pontra lassítani. És abban a pillanatban, amikor a váltó és az a úgymond a picit szaggat vagy rángatni próbál, akkor nyomjuk be a kuplungot. Hagy említsem meg, hogy a mostani vizsgafeltétel, vizsgaszabályzatban kiemelt szerepet szántak, és ezt be is tartják a vizsgán, hogy a megfelelő pedál sorrendben lassít-e a vizsgázó. Ez nagyon hasznos. És bukási ok. És most meglepő lesz, amit mondok. Ugye képzek olyan vizsgázót is, olyan tanuló is van nálam, akinek már van jogosítványa, tehát úgymond kategória bővítést végez. És mikor oda kerülünk, hogy kanyar, padlókuplung és kuplunggal kanyarodik. Tehát ezt hozta magával az életből, mert így egyszerűbb neki. Nincs ilyen. De nem ám. Igen, mert a legnagyobb megcsúszási eshetőség havon, hogyha benyomott kuplunggal kanyarodunk, azonnal kisodródik az autó. Gyakorlatilag egy tömeg, ami a kanyarban önállósítja magát és kiegyenesíti. Így van. És egy pillanatig akkor a fékkészenlét, tessenek kedves a fékkészenlétet használni olyan helyzetben, ami nem belátható, olyan gyalogátkelőhely megközelítésénél, ahol pirossal festették föl már a burkolatjelet, sárga háttérrel emelték a gyalogátkelő helyet, ezek mind olyan helyek, ahol már valamilyen formában nagyobb baleset volt. Fékkészenléttel közelítsük meg, lábunk legyen a fékpedál fölött. Ez a fékkészenléti állapot, sokkal hamarabb, sokkal biztonságosabban tudunk fékezni, megállni, mint ha a lábunk valahol ott a jobb oldalon vagy a gázon van. Vagy éppen a ritmus doboljuk a rádióban szóló ütemre, igaz? Igen. És még nem beszéltünk a hóvakságról sem, ami ugye azt akarja, hogy
az út felületén, a latyakon, havon, az a kevés napfény sokkal-sokkal többnek tűnik, és gyakorlatilag semmit nem látunk az útból. Egy napszemüveg ez ellen védhet? Igen. Képzés keretében többször találkoztam azzal a kérdéssel a tanulótól, hogy nagyon vakítja a nap, akár nyáron, és lehet télen is most ugye, hogy volt a nagyobb hóesés, és nem lát, hogy mit csináljon. Hát ugye első, ami rögtön kézzel fogható, hogy ott van a fejünk fölött a napellenző, tessék lehajtani. Egy mozdulat, ennyi. Így van. Ne különböző tárgyak, eszközök tárolására, hadd ne sorolja, milyen lemeztárolók tárolására szolgál, tessék ezt használni. Kettő. Napszemüveg. Ugyanezt tudom javasolni, mint a tanulóknak. Nyugodtan, bátran tessék napszemüvegben már gyakorolni vezetés közben, tanuló időszakban is. Miért ne? Hiszen ez a napszemüveg véd attól, hogy esetleg egy vakság érjen föl, és ne lássam az adott szakaszon, tehát egy vakvezetés jöjjön létre. Hát azt hiszem, erről még nagyon sok helyig tudnánk beszélgetni az egyéb trükkökről, de sajnos az időnk az elfogyott. Hát Sanyi, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél, nagyon és szívesen. Ezt a sok tippet megosztottad velünk. Reméljük, meg is fogadják a nézők. Reméljük. Köszönöm szépen.